Amivel szeretnék kezdeni, az alapjába véve az, hogy egyáltalán hogy kerül a csizma az asztalra, miért beszélhetünk az építészet metafizikájáról. És ez azért lényeges, mert igazából ez gyakorlatilag annyi, mint hogyha a szent építészetről beszélnénk, csak ahogy Attila mondta a fogalmakat, ami bevezetett a tudományba, például, hogy metafizika, ezt ma még talán egy páran megértik, de az összes többit majd a későbbiekben majd vissza lehet transformálni annak, amire kell. Nagyon érdekes az, hogy az építészet eleve az, hogy építészet, ez a szó miből ered. Ez visszamegy nagyon régre, és hogyha visszamegyünk az időbe kb. 5000 évet, akkor Mezopotámiában azt fogjuk találni, hogy a templomnak a neve E-kur, így van írva. Az E az a teljesség, a kur az hegy magaslat. És ez miért lényeges? Azért, mert a múzsákat, a görög múzsa szót visszafordítva, az hegyet jelent. Tehát ez azt jelenti, hogy már a görögök is átveszik Mezopotámiából a hegy fogalmát, tehát a templom fogalmát, vagyis magyarul azt a fajta dolgot, ami az őselfhez kapcsolódik. És ez azért lesz érdekes utána, mert hogyha megnézzük a mai magyar nyelvet és a mai magyar világot, akkor bizony az éhang, mint ilyen, az mind a mai napig jelen van. Mert ha valamire azt mondjuk, hogy ég, ép, tehát mindenképpen a teljességet, a teljes univerzumot próbáljuk vele megidézni, és hogyha írjuk tovább ragozva, hogy épít, vagy építés, vagy építész, stb., akkor a szónak mindig megkapjuk azt az értelmét, amire mutat. Tehát gyakorlatilag a klasszikus régi 5000 éves hagyomány szerint mind a mai napig erről beszélünk, amiről kell. Tehát ebből a szempontból mind a mai napig megtartottuk. Ez ugyanolyan, mint a tel szó, a tel, település, telek, stb. Tehát mai napig úgy beszélünk, mint 5000 évvel ezelőtt, csak elfelejtjük néha, hogy egy kicsit menjünk vissza az időbe. Na most ez az egyik. A másik, ami nagyon érdekes, ugye, hogy az angol világban az építészetet úgy hívják, hogy architect. Ez mostanában egyre inkább zavart okoz a világban, mert a számítógépes fiúk is mindegyike architektnek gondolja magát, és akkor egyre inkább látom, ki van írva, hogy architekt, és akkor semmi köze nincsen az építészethez, sőt, egyáltalán az alapdologhoz sem. Na most, hogyha megnézzük, hogy mit is jelent, vagy miből adódik az architekt, az gyakorlatilag egyszer az arché, a másik szó pedig a techné összetétele. Az archéről azt kell tudni, hogy az egyik mesterem, az azt mondta nekem, hogy ide figyelj, Csipa, egyetlen egy baj van, bennünket már a görögök előtt kidobtak a Panteonból. Na most ez azért érdekes, mert a görög Panteonba, a múzsák Panteonjába általában a korai időben három múzsát állapítanak meg, vagy határoznak meg, és mindenki tudja azt, hogy ezelőtt a három múzsa előtt azért volt egy alapmúzsa, az pedig az Arche volt, aki gyakorlatilag az őselvet, illetve azokat a, szó szerint idézve, azokat az összes létezőnek az ősokát jelentették, ami alapján egyáltalán a világ létezését le lehetett képezni. És ezt nagyon fontos tudnunk, hogy ez a két dolog, ez mai napig meghatároz bennünket. A techné, az ma ismerjük ezt, hogy technokrata, technika, stb. A techné szó szintén, elvesztette az eredeti jelentését, mert ez igazából a művészetet jelentette, a kézművességet. Tehát ebben az időszakban, a görög időszakban a techné az azt jelentette, hogy én valamit létrehozok, effektíve. Gondoljunk csak a technőkaparóra, amikor azt mondta, hogy akkor lesz majd igazán a nagy baj, amikor úgy eltűnik minden, hogy megyünk az úton, megtalálunk egy faszinlánkot, és amin rajta látjuk az ember kezenyomát, azt a művet, akkor megcsókoljuk azt, mert tudjuk, hogy ember készítette. Na most ez azért nagyon lényeges, mert a techni fogalma majd akkor fog visszajönni ismételten, ez a fajta szó szerinti művészet, anyaggal való bánásmód, hogyha már elveszítettünk szinte mindent. Addig nem. Ez a baj. Na most nézzük meg, hogy az építészet történetében mik azok a jelentős pontok, amelyek meghatározhatóak. Nagyon érdekes, hogyha Stonehenge-et veszem figyelembe, a görög kultúra előtti kultúrát, akkor abban a pillanatban a következőt lehet látni.
Van egy teljesen szabályos, ma már hál' Istennek igazolható, persze sokan megkérdőjelezik ezt is, van egy teljesen szabályosan igazolható csillagászati rendszer, amit rögzítettek, ezeken vannak úgynevezett menhírek, vagyis oszlopok, és az oszlopokon vannak gerendák. A gerendáknak egyetlen egy jelentős tulajdonsága van, hogy nem csak, hogy így ívesek enyhén, tehát kör alakban, hanem még a közepük is meg van emelve. És ez azért nagyon fontos, mert ebben az esetben gyakorlatilag a mostani ismert világunkban nem ismerünk semmi mást, csak gyakorlatilag azt a technikát, azt az anyagot, ami ezt nekünk tükrözi, és ebben az esetben volt az őself, meg ami ott maradt. Tehát ők ezt, az archét, ezt jelenítették meg vele, tehát leképezték azt az ős dolgot, ami volt. Aztán jöttek a görögök, és hát a görögök kitalálták az Euklidesszel együtt a geometriát. Egy olyan geometriát találtak ki, ami gyakorlatilag megpróbálta rendezni a világ sorsát, és ezt a világ sorsát geometriailag úgy oldották meg, mivel nem tudták a teljeset, hogy a timpanonnak a vízszintes gerendáját megemelték 10 centivel, mert ha nem emelték volna meg a közepét, akkor úgy nézett volna ki, mintha le akarna szakadni, illetve az oszlopaikat is úgy csinálták meg, mert nem tudtak vele mit kezdeni, hogy a közepét mindig szélesebbre rakták, mint a két alját, mert innentől kezdve párhuzamosnak látszott a világ. És az euklideszi geometriával próbálták igazolni. És aztán eljutottunk a mai korra, amikor gyakorlatilag ismerjük Bolyainak az elméletét, a tér világát, amikor kimondja, hogy a párhuzamosok a végtelenben találkoznak. Tetszik, nem tetszik, el kell fogadnunk belőle valamit, de itt már jön az az építészet, amikor semmi köze nincsen semmihez, semminek, egyedül az, hogy lézerrel kitűzzük vészintesen, az oszlopok megvannak, és csak építünk. Tehát gyakorlatilag a techné, az teljes mértékben a technika vette át a szerepet, és az archét leválasztották róla. Tehát itt még ez megvan, itt már a 3 plusz 1-ből az egyet kiütik, innentől kezdve már nincsen az őselvnek megfelelő, mint ahogy Attila is mondta az előzőekben, itt már elfelejtették. És innentől kezdve már ez a 3 is eltűnik, és marad egy olyan egyes, ami igazából csak a technikára, tehát erre a technikára vonatkozik. Na most ezt azért kell tisztán látni és világosan látni, mert ez egy olyan folyamat, amely folyamatban viszont tetszik, nem tetszik a világnak, az élet megy tovább. Hogy milyen minőségben? Arról majd lehet vitatkozni külön, de ez mindegyike egyet jelent. Azzal a fajta tudással, amivel a leképezés megtörténik. És aztán utána jön egy következő, itt fölírtam ezt a 3 dolgot, amit az Attila mondott rögtön. Az élet, az értelem és az anyag elvet, mint ilyet. Ez tényleg nagyon fontos, de ha föl kellene írnom egy új képletet erre az egészre, akkor én azt írnám föl, mint építész, hogy az egyetlen egyenlő nincs. Na ez az a képlet számomra, ami arról beszélne, ami a metafizika lényege, meg amit Attila te mondtál. Miért? Mit jelent az egyetlen? Az azt jelenti, hogy az egyet megfosztom önmagától. De ki az én egyetlenem? Hát aki nekem a legkedvesebb. Tehát egy létező. Ugye? De megfosztom önmagától, innentől kezdve az értelmem elkezdi a továbbiakban ezt vezetni. És miért építészként mondom ezt? Azért, mert mi az építészet lényege? Az építészet lényege az, hogy fogom a végtelen teret, és ezt megpróbálom ebből a végtelen térből kimetszeni azt a felületet, amit én megpróbálok berendezni. Tehát terekkel foglalkozom. És teret pedig csak úgy tudok létrehozni, hogyha azt lehatárolom. És innentől kezdve jön vissza a metafizika, ahol a méta, mint határjel, lehatárolás jön elő, és a fizika pedig visszakapja a pszichika típusú rendjét, ami nem arról szól, hogy csak anyag, hanem az 1700-as években lévő könyvek, ami a fizikáról szólt, a mai fizikáról, az mind úgy volt írva, hogy pszichika. Tehát menjünk vissza az alapokig, és a métákat próbáljuk kijelölni. Na, ezek lesznek azok a lehatárolások,
amik a végtelen térből meghatározzák azt, amiről én beszélni szeretnék. Természetes, hogy ezeket a határokat és ezeket a felületeket nekem valóban vissza kell mennem olyan alapvető dolgokig, amit nem az én elmém határoz meg. És ezek nagyon fontosak. Majd a mellékletben, ami igazán az előadás, abban majd ezek mind előjönnek. Tehát én nagyon úgy gondolom, és hogy egy mondjuk közvetlen példát is mondjak erre, hogy miért ilyen a világunk. Tehát például ott van az ablak szavunk. Senki ég egyadt a világon végig nem gondolja, hogy mit jelent az, hogy ablak. Az ablak azt jelenti, hogy van egy végtelenből kihasított tér, falakkal lehatárolom, és belül van egy sötétség, ugye? Síkokkal elhatároltam. Erre a fekete sötét dobozra vágok egy lyukat, egy ablakot. És azon mi jön be? A fény. Ha a fény jön be, ki a fény? A világvilágossága? Ő az abba vagy az atya. Tehát az az ab. Klasszikus régi időből visszajött szavunk. És az az ő lakhelye, mert azon jön be. És gondoljunk bele abba, hogy görög katolikusoknál ez az ablakosztás, ez sok apró kis szemet ad. Tehát mondjuk rá a görög keresztet adja. Még a római katolikusoknál lehet, hogy itt is úgy van. Igen, ja nem, itt nem úgy van, itt a tau van fönt. Tehát ott pedig egyszerűen a latin keresztet húzzák be. Nem véletlenül. De ugyanilyen szavunk az ajtó, ami azt jelenti, hogy ajtatosság, mikor ennek a fának a gyümölcséből eiendesz, tehát az eiendek, eiendesz, ajtatosság, ez mind ugyanaz az egyetlen egy szóból arad. Tehát magyarul egy olyan áldozatot vállalok, amikor belépek, tehát alázattal lépek be. Tehát ezek mind a mai napig a nyelvünkben megvannak. És akkor ilyen értelemben én úgy gondolom, hogy az építészet, ami valóban térrel foglalkozik, és ezekkel a dolgokkal, hát ezt volna hivatott bemutatni. Akkor a melléklet, és akkor igazából induljunk. Ez egy egyszerű ábra, Zentán 90-es években készült ez a festett kazettás mennyezet. Ez a rajta lévő kereszt, másik kereszt, ez ugye a piriszántói kereszt, ami nem véletlenül van ott, de ezen lépjünk tovább, az idő nagyon el fog szaladni. Tehát akkor ennek a melléklet sornak az első útja ez a fénykapujában, hogy ez miért is lényeges. Ez pontosan azért lényeges, mert ugye itt már a magról is mindenről szó volt, és valóban a kukorica ott a háttérben ott meglátható. De ami lényeges, hogy a Szent Koronának az ábrázolásai, amiről valóban szent nem akarunk sokat vitatkozni, ugyanez a formája egy olyan kapuban jelenik meg, ami valóban egy bizonyos métát, egy bizonyos határt jelöl. És igazából a kapu szót azt rögtön revidiálni kell, mert ez nem is kapu, hanem ajtó. És nagyon nagy különbség van a kapu és az ajtó között, majd eljutok odáig, akkor ezt meg fogom mondani. Egy rövid utazás az Úzvölgyébe, ez azért fontos, mert amiről már leszoktunk arról, hogy lássunk. Leszoktunk arról, hogy a dolgokat próbáljuk meg úgy felfogni, ahogy a valójában van, és próbáljuk meg meglátni azokat a nagyon finom fényeket, amelyek számunkra jeleznek. Ez egyfajta energiasűrűsödés. Miért? Ahogy Attila mondta, megint csak valaminek a hatása. Ha nem volnának itt ezek a fenyőfák, én nem tudtam volna olyan képet csinálni, ahol ez az áthatás van, mert a fenyőfának a sötét zöldje és a világosságnak ez a színe így kerül kölcsönhatásba. És ez bizony nem csak itt, hanem a valóságban is létezik. Tehát ez az a része, ami igazából ugye majd az élethez is hozzátartozik keményen. Aztán itt egy másik dolog szintén, amit ma már csak az optika képes fölfogni, de a mi szemünk ugyanerre alkalmas kell, hogy legyen. Menjünk tovább. Egy nagyon érdekes kirándulásom volt Úzvölgyében, ezt úgy hívják ezt a területet, hogy Getsemane kert. Ez idestova az ottani székelyeknek, vagy az ott élőknek 3000 éve szent helyük, és csodákat lehet itt látni, magánterületen van, azért van mind a mai napig, és itt ezek a fák, amiket látunk, ezek úgy nőnek több ezer év óta, hogy mindig az egyik a másikba átnő, és új gyökeret hoz, és akkor vannak olyan fák, amikor egymás mellett van kettő, rögtön az egyik már elhal, a másik még él,
És akkor ilyenkor meg szoktuk kérdezni, hogy hány éves a kapitány. Rögtön kiderül, hogy nem 5. Olyan rózsatövet láttunk, aminek másfél-két méter átmérője volt, ott fönt a hegyen, tehát nagyon izgalmas. Az ágak teljesen egymásban nőnek, tehát olyan átnövések vannak, ami nem normális, de működik. Itt például egy odvasfa, ami éppen már az új hajtását a másik oldalon hozza. Ezek mind-mind lényegesek. Na most itt van egy olyan klasszikus jelenség, amit egyszerűen tényleg nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ezt emberi kéz nem érintette. Ezt a felvételt, mikor csináltam. Mi az, amire oda kell figyelni? Létezik egy mező, ennek a mezőnek van egy egységes sugárzása fölfelé, amit átenged, mert ugye ez egy szövet. Igen ám, de közepére oda kerül egy kő. És ez a kő egyszerűen úgy rendezi a teret maga körül, hogy a faleveleket is egy szabályos körbe hozza össze. Mondhatnám azt, hogy ez egy véletlen, vagy mondhatnám azt, hogy ez egy, hogy mondjam, egy esetleges dolog. Igen ám, csak az a helyzet, hogyha visszamegyek az építészet történetbe, akkor nézzük meg az obeliszkek szerepét. Pontosan ugyanezt a dolgot hozzák elő, de ugyanezt hozza az alföldi pásztor esetében, amikor az oszlopot leszúrják a puszta közepén, és a jószágot elengedik, a jószág mindig az oszlophoz fog igazodni. Ott áll meg. Nem csak azért, mert ott van a gémeskút, hanem azért, mert ennek egy rendező elve van, és itt van egy egységes felületnek egyfajta olyan ütközése, ami információt hoz vissza. Tehát itt megint csak igazolni tudom azt, amit az Attila mondott. Hál' Istennek nem nekem kell ezt végigmondani. És aztán, hogy ez építészetben nagyobb léptékben hogy jön elő, itt van egy Zolnán, ez Felvidéken van egy kis templomunk, amit megint csak látni kell. Itt egy picit ellent kell mondjak Bélának, majd látható lesz, hogy egy ilyen egységen belül magának a templom tornyának is megvan a maga szerepe. Ha nem a templom torony épül, hanem egy harangtorony, akkor a harangtorony van ott, illetve a harangtornyot az képes átvenni a különféle fejfáknak vagy egyebeknek a szerepe. De magának a toronynak kőkemény szerepe van. Az, hogy ez körbe van véve, egy kerített templommá válik, ez pontosan az előző természettörvény alapján igazolható, és el kell mondjam, hogy be fogom mutatni azt a templomot, amit terveztem, be is mértük energetikailag. Tehát működő. És amit nagyon kell hozzá tudni, hogy ezt a szent kerületet, amikor létrehozzák, akkor nem véletlenül az úgynevezett világi résztől ezt a részt elválasztják, és az embereket ide fogják körbe temetni. Mert a temetéssel létrejön egy olyan dolog, amikor megint csak a magelmélet, ugye mit mond Kós Károly? Kós Károly azt mondja, hogy mi temetőink azért csodálatos, virágos kertek és gyümölcsösek az egész világon, mert mi már a halálunk után is ugyanazt hozzuk, adjuk vissza a teremtésnek, amit előtte kaptunk. Van a fa, amit rátesznek a halottra, és mikor a halott itt van bennem a saját malasztjába, élet nedvével növeli azt a fát, aminek a gimilcsét azok a gyerekek fogják majd enni, és itt azért vannak fák körbe, a szilvafák és egyebek, mert ha az egész világon mindenütt baj van, ezen a területen a gyümölcs akkor se fog lefagyni. Erre vannak példáink, nem is egy, nem kettő, Kárpátaljáról és mindenhonnan. Tehát amikor a papoknak a szilváiról meg egyebeiről van szó, pontosan ennyi. Ennek az a lényeg, hogy a gyümölcs, a gimilcs szó szerint maradjunk a régi szóhasználatnál, mert az a gímségnek, a hímnős jellegnek az illékony csendülése szó szerint. Tehát az, amikor már nincs. Hát hogyha megnézzünk egy csontvázat, csontvázról az, hogy most szélesebb a csípője vagy nem, annyiban különbözik a nő a férfitől, de egyébként nem. Tehát az már a hímnősségnek az alapja, amikor visszamegy a teremtésig a maradvány. És aztán utána itt van egy nagyon érdekes dolog, a Csíkrákosi templom. Ennél ugyanazt meg lehet látni, de itt jön a toronynak az értelmezése, hogy maga a torony az úgynevezett
nem sámán fa, nem sámán létre, sok mindent mondanak rá. Tehát az a szellemi rész, ami már a halottaknak a helye. A torony alatt mindig azért van egy olyan tér, egy olyan épületrész, ahova a Szent Mihály lovát betolták, és sehova máshova, ott a két oldalán a jó és a rossz dolgait elmondták, és a lelkét úgy tudták elengedni, hogy ott fönt, ahol megvolt a kötélhúzás helye a haranghoz, azon keresztül ment el a lélek. Ennek is megvan a maga helye, tehát ez mindenképpen a bálványnak, vagyis annak az ősi elemi dolognak, ami tömör annak a rendje. A hajó az a lelkeknek a helye, még a és a szellemnek pedig a szentély lesz majd a helye. Ami lényeges, és itt látni fogjuk, itt egy pillanatra visszamegyek, itt van a szakálszárító, klasszikusan itt a kapu, szakálszárító is mellette. Ez érdekes lesz itt, ez 40-es évekbeli szakálszárító. Miért érdekes a szakálszárító? Mert az ag szakal, tehát ezt mondhatnák, hogy a vének, kiültek a vének, nem vének, szakál. Az sakál, az szó szerint azt jelenti, hogy a szentség apadásának a nagysága. Tehát magyarul ő itt van, és rá hivatkoznak. Ők azok a vének, akik igenis őrzik, ők az őrzők. Akár mondhatnám Arkonnak is, akár mondhatnám másnak is, ők őrzik a szent helyet. És ez lesz az érdekes majd egy következő itt. Például egy Fertő Szent Miklósi nem olyan rég készült kerítésnél, ugyanezt látjuk, a klasszikus régi dolog, megvan a vénasszonyoknak vagy a szakálszárítónak a helye, megvan az ajtó, megvan a kapu és megvan a bálványfa. És hogyha az ember tovább lép, akkor ezen az ábrán próbálom bemutatni azt, hogy magának a templom kerületnek és az úgynevezett székelykapu, érdekes módon székelykapukról szoktunk beszélni, de mindig csak a kaput emeljük ki, és kiragadjuk a teljességéből. A teljessége ugyanezt a hármasságot fogja hozni. Tehát, hogy itt vannak az ősök, és természetes módon, amikor beléptek itt ezen keresztül, a régi hagyomány szerint az ősök felett nem lehetett hazudni. Ez olyannyira erős törvény volt, hogy például a templomot, amikor elkészítették, igazán akkor lehetett fölszentelni, amikor az alapító meghalt, és az alapítót eltemették. Például nagyon érdekes, Sajó Szent Péteren kint a most református templomnak a szószéke alatt, ott van egy kis pad. Egy ugyanolyan pad, kívülről már nincs meg a szakálszárító, de bent a szószék alatt ott van a pad, ahol a presbiterek ott ülnek. Az a helyük. Tehát ahhoz, hogyha fölmegy prédikálni a pap, akkor ne tudjon hazudni, mert alatta rögtön az öregek szólnak, hogy az nem úgy volt, kedves testvérem. Ott még megvan a szokás. Egyébként ez nagyon érdekes, mert ez tényleg ilyen módon működik, és így gyönyörű szépen ezt a hármas rendszert teljesen végig lehet vezetni, és végig lehet nézni. Nem tudok jobban belemenni, itt ezen azért elég pontosan látszanak a dolgok. Amit elmondtam Torna Szent Andráson tegnap, hogy ugye a besütő nap hogy jelöli ki a templom hajó hosszát, illetve ott a kettő szentélynél azért nem egyforma a két nyílás, mert ugye ott mind a keleti, mind a nyugati rítus szerint egymás mellett kellett, hogy menjen a mise, és ráadásul úgy ment a szertartás rend, hogy két külön ezeje volt, alapítója is volt, de egyszerre épült meg. Ez egy nagyon érdekes, ami ugye ott egyértelműen igazolta, hogy 1204-ig Magyarországon nem volt kifejezetten csak egyetlen egy latin rítusú monostor. Ez oklevéllel igazolható, ezt Imre királynak írta annak idején a római püspök, Róma püspöke, vagyis a pápa. Na most itt ez egy érdekes kis dolog volt. A másik, ami nagyon érdekes, megint ugye Csíksomlyó. Csíksomlyón nagyon sokan jártak. Én jártam ki elég sokat, ott építettünk egy-két dolgot, és ami engem nagyon meglepett, Gergely Istvánnal, sokan azt hiszem ismerik, Tisztivel, mentünk be a templomba, éppen mert akkor próbálták elég durván lejáratni azt a kis építményt ott a Somlyóhegyi oldalában, amit építettünk, és hát ugye mutattam a Tisztinek, mondom, nézd meg, fönt ugyanazok a szimbólumok vannak, mint amik oldalt vannak a
mi fáinkon, akkor, hogyha milyen pogány, akkor ez is az. Aztán végül is csend lett, de nem ez az érdekes, hanem az, hogyha megnézzük, ezen az oldalon négy sorban vannak a papok, még itt a másik oldalon egy sorban. És az volt az érdekes számomra, hogy középen történik maga a szertartás. Hogy ez miért van? Erre magyarázat kell mondom, most mi ezek szakadárok, vagy ezek a szakadárok? Azt mondja, nem, semmi, hát a környező közönnek, és mindenki ott van egy helyen. Mondom, jó, és amikor jöttem kifelé az ajtónál, akkor találtam meg ezt a térképet, és itt a magyarázat rá. A magyarázat az, hogy mielőtt a barokk korban lebontják a régi gótikus templomot, illetve ezen volt egy következő templom, akkor bővítik ki. És mi történik? Itt van az egyik padsor, itt a másik padsor. Tehát azon a szent helyen, amire eredetileg kitűzték a templomot, azon a szent helyen mindenki érezte, hogy ott van az erő, oda is ültek be. Aztán már ide valakinek ki kellett ülni a szégyenpadra, úgy tűnik, de ők is oda ültek, de ez volt a lényeg, és ez határozza meg azt, ami van. Tehát hiába tűnik el a templom, hiába tűnik el a szent helynek az épített része, az a fajta energia, az a fajta árké, az bizony kőkeményen ott van, jelen van, és igazolható. Ezt számomra nagyon sokszor igazolta is a világ, és valóban be is jött. A másik ilyen dolog, ami nagyon fontos megint, hogy ugye az építészet az valóban több, mint az építés, tehát az építés, mint technik, ha nincs meg ennek az őselvnek az állandósulása, ennek a keresése, akkor gyakorlatilag ez nem válik többé, mint egyszerű építésé. Itt van a Boldvai templom. Ez a Boldvai templom azért érdekes, ugye, mert a falba viszik föl a lépcsőt. Ezt egy mai építész hallgató azt mondja, jó, hát akkor egyszerűen megoldotta, mert nem dobták ki, hogy a lépcsőházat most kívülre, de vagy hova tegye. Igen, ám csak egy pont van megint. Attila egyik mondata, a hatás ellen hatás egymásra. Tehát ki kell próbálni. Nagyon egyszerű, mindenki vesz egy fél feles pálinkás poharat, és bedugja így az ujját. És figyeli, hogy mi történik. És elkezd melegedni az ujja, és előbb bizsereg. De nem érinti hozzá. Ugyanez a helyzet itt is. Bemegyek, van egy életerőm, ami próbál valamit, és abban a pillanatban a falnak ütközik, majd visszaütközik, és engem egy olyan érzés fog el, ami egyszerűen átalakít. És amikor a földszintről én fölkerülök az éjnek, karnak a szintjére, nem éne, éj, tehát itt megint visszajövünk az éj hanghoz, az éjnek énekelnek, és nem másnak, az éjnek karhoz, innentől kezdve már egy átlényegült emberként, egy más emberként fogok föllépni. Ugyanez van a Jáki kis körtemplomnál, amit Béla, te mutattál, ott is a falba megy föl, és minden ilyen helyen nem véletlenül a falba viszik föl, mert ott kell ez a fajta átlényegülés a maga módján. Itt csak egy kép erről, hogy néz ki, amikor megyünk föl. Sajnos elég gyengén látszik. És ezek pedig itt megint azért lényegesek, csak egy-két dolog, hogy nem véletlen. Két fél oszlop plusz egy. Tehát a négy alapelemnek a pontos megfogalmazása, tűz, víz, föld, levegő, és az egész középen egy. Ahogy a régi öregek imádkoztak, Atya, Fiú, Szentlélek Mária, a magyarok nagyasszonya, egy Isten. Atya, Fiú, Szentlélek Mária, a magyarok nagyasszonya, egy Isten. És ment fölfele, és rögtön ott volt úgy, ahogy állt. Nem kellett kimondják, ott volt előttük. Ugyanez a templomtornyokon megfigyelhető. Na most itt egy nagyon érdekes dolog van, ebbe se tudok mélyebben most belemenni. Egy templomot terveztem Budapestre, és hát hál' Istennek nem nyertem meg idézőjelben, mert a megbízom azt mondta, hogy túl vidékies. Innentől kezdve már nagyon boldog voltam, mert mondom, akkor ezeknek biztos nem lenne jó. A lényeg az, hogy egy nagyon ősi mezopotámiai szöveget vettem elő, ami pontosan arról szól, hogy hogyan kell egyáltalán a fényt megidézni, és ezt próbáltam, meg az építést, ezt próbáltam rátenni erre a szerkesztésre. Ez a másik szerkesztés pedig, ami ott látható, ez a Santo Stefano Rotondónak a szerkesztése. Ennek egyetlen egy nagyon érdekessége van, megint elhangzott a mai előadáson,
a magyar magánhangzók 2 hetes rendszere, a mély és a magas. Na most tudva levő, hogy minden magánhangzónak van egy számértéke. És egy magyar jezsuita, aki kint él Rómába, hát végigment ezeken, és megnézte a számosságokat a különböző dolgok között, és kiderült, hogyha betűkkel, hangokkal behelyettesíti, a mennyei Jeruzsálem teljes szövege leolvasható róla, mind a mai napig. Tehát nem csak azért, mert szerkesztésileg ilyen, hanem azért lett ilyen szerkesztésileg, mert ugyanazt a harmóniát, ugyanazt a teljességet tudja bemutatni. És aztán ennek egy ilyen alaprajza, ahol, hát amiről az előbbiekben beszéltem, a falnak a berendezése, hogy egy-egy kis fülke, amelybe be tudok ülni, hogy az mit jelent nekem, milyen hatásokat hoz, ha valakivel együtt akarok ülni és beszélgetni, hogy az mit hoz ki. Ha az ember bemegy egy kolostorba, pontosan, igen? Az előző diáról a szöveget fel tudnám olvasni? Azt mondja, hogy Ankita, Barabadu, Aba, Kinata, Anta, Bada, Sura, Aba. Mu, Namu, Lu úr, a Lu, ugye a Lu fő az a mai napig ismert, tehát a székelyek ugyanúgy, de itt van Miklós Lugál is, mint helységnév. Lu úr, Ba, Gar, Ra, Aba. Az Aba az atya, ugye. Pir, An, Ni, vagy Pir, Ani, a Pir, a Pirkad, stb. Tehát elemezhetném végig teljesen. Azt mondja, hogy Dingir, Enlil, Kiba, An, Gin, Aba. Magyarul, amikor az ég elválasztott a földtől, a föld elhatárolódott az égtől, és az ember hatalma gerjedt abba, az ég fénye lett a világ világossága, mely a földön is tündökölt, mint én lélek. Enlil. Én lélek. Tehát szó szerint ezt jelentette. Úgyhogy, és hát ezt nem igazán értették meg, de nem baj. Ez egy másik, itt egy miskolci templomnak volt egy meglévő templom, ezt kellett egy gyülekezeti teremmel bővíteni, és akkor ennek, hogy lehet egy meglévő épületet visszakötni csillagászatilag és minden tekintetben, úgy, hogy a kerítésre rátettem olyan kis köveket, illetve egyebeket, amelyeken keresztül innen átvetett fény, itt ezt a felületet hogy tudta megvilágítani, ami félt holdalakba szintén visszatükröződött, és ezen az ősforráson keresztül jött végig. Ez se nyert. Nem baj, van ilyen. Itt egy kicsit színesen, mert kár volt a szerkesztés betenni, ez talán jobb lett volna. Tehát ez megint egy ilyen dolog. Na most ez azért lényeges, mert ugye építünk közben, és ez egy szabályos kör alaprajz. És el kell mondjam, hogy itt valóban azt csináltuk, hogy folyamatosan mértünk. Tehát volt olyan, aki radiesztéziában mérte. És azt is hozzá kell tegyem, ugye, hogy van egy Szent György vonal itt a völgybe, ami végigjön a Diósgyőri vonalon, tehát a Diósgyőri Szentlélektől jön lefelé egészen idáig a Deszka templomig. Ez nagyon szépen működik. Igaz, hogy van benne egy enyhe kis ív, de azért ezen a földi síkon ez aránylag egyenes, és itt mellette van egy érdekes fa, ami egy ilyen keresztirányú erővonal is van rajta, és a templomtérben van benne maga a csomópont. Nagyon érdekes volt, ahogy elkezdtük mérni folyamatosan, és a folyamatos mérés közben, amikor először csak a templomtestet, tehát ezt a testet süllyesztettük le, és ez, mert ez van alápincézve, van egy altemploma, akkor érdekes módon a hartmanok, ami ugye egy szabályos rendszer, a hartmanok elvándoroltak egy ilyen 45 fokos szögbe. Majd utána, amikor lesülyeztettük körbe a kerítést is, tehát nem azt, amit kért a statikus, hogy csinálunk egy 40 centis talpgerendát, azt kész, hanem egy 2 méter mély alapot raktunk végig, akkor gyakorlatilag a hartman eltűnt. Nem értettük, hogy miért. Visszamértünk rajta, és egy ilyen cukorsüveg-szerű védőernyő jött létre, aminek a tetején gyönyörű szépen a hartman rendeződött, majd fölötte a dolog visszaállt.
Ez azért volt érdekes számomra, mert a cukorsüveg formát azt régóta ismerjük, több ezer év óta, Mezopotámiától minden, és a cukorsüveg az az életnek a jele volt. Tehát az összes búzahombárt és egyebet, amit készítettek, azt mind ilyen cukorsüveg formájúra csinálták. Nem véletlenül festi meg Csontvári is ugyanezeket a dolgokat, de ugyanez megtalálható Tiszavasváriba, vagy itt a Büklábánál hombárként, de ugyanez megtalálható mondjuk a Sárospataki vár aljába, ahol a gabonát őrizték. Nem romlott el a gabona benne. De egyiptomiak mértékegységnek ugyanezt használták, illetve a sumeroknál, vagyis a Kienkira népénél, mert a sumer ugye az egy későbbi név, ott a Kienki az, ami az ő nevüket adta, és érdekes módon nagyon szépen bejött. És ami ennél is fontosabb volt, hogy féltünk egy kicsit attól, hogy van benne egy vízér, hogy a vízérre baj lesz. A vízér az pontosan középen itt megy át a szószék alatt. Nem lett rossz, sőt, innen, ha itt az ember elkezd beszélni, a hang teljes mértékben kiteljesedik. Tehát nem volt véletlen az, hogy a templomokban, ha az ember mér, a szószék alatt vízeret fog találni. És az nem negatív. Abban viszont teljesen egyetértek itt az előző előadásokban, hogyha nekem ebbe kellene élnem, akkor megbolondulnék, mert ez bizonyos időkre elég, de nem lehet benne élni hosszú távon. Tehát itt azért a határokat meg kell szabni. Hát ez gyakorlatilag egy-két elve a dolognak. Most az arra, hogy mondjam, ha itt lehet látni, itt van egy uroborusz, egy kígyó, ami gyakorlatilag a külső funkciókat összefogja, a saját farkába harap bele. Azt is hozzá kell tegyem, ugye így van az utca, nem az utca határozta meg, hanem eleve a keleti tájolás. És nem csak a keleti tájolás, hanem az, hogy északról kellett most már megnyitni, nem nyugatról. Nem véletlenül, mert az elkövetkezendő világkorszakban ezek fognak megfelelő hatással előjönni, és itt majd fogok mutatni mindjárt egy képet, megint teljesen tudatosan látható, de az alaprajzra visszatérve, tehát itt önmagában a szkíta 4-es-3-as rendszer jelenik meg, középen van egy olyan üres tér, ami gyakorlatilag azért a lépcsőháznál izgalmas, mert ahogy jövök fölfelé egy felső szintre, ott van egy váltás, és az altemplomba is ott lehet lemenni. Itt van a lelkészi hivatal, tehát a fejébe jön végig a könyvtár hozzá. A megtisztulás helye, mielőtt még a följövetel megvan, ez egyszerű budi, ha tetszik, ha nem, de a megtisztulás helye. Itt pedig visszafele, ahogy szépen kitisztul, ez egy ilyen ifjúsági foglalkoztató, előtte egy kis színpaddal, ahol az életjátéktere megjön, és ez a hét elem, ami ugye a hét elembe egyszerűen fizikaivá válik a történet, ez nagyon szépen végigvonul az egész házon, és hát nem véletlenül alakul ki. A keleti oldalon pedig megvan az élet keletkezésének a helye. És aztán itt ugye egy-két ilyen dolgot pontosan lehet látni. Én arra törekedtem itt végig, hogy a úgynevezett Károli féle fordítást én azt tartom olyannak, ami sokkal közelebb állt a Báthori féle teljes fordításhoz, Biblia fordításhoz, annak alapján, illetve az ősi fölteremtés alapján a teljes épületen végigolvasható, hogyha valaki végigolvassa, végigolvasható a teremtés történet, végigolvasható minden. És ráadásul úgy, hogy nem kellett ellentmondjak a szkíta rendszernek sem. Tehát ezek a rendszerek, ezek nagyon szépen végigvihetőek. Na most mondhatnám azt, hogy hű, milyen okos voltam, mert én ezt így találtam ki. Hozzá kell tegyem, hogy ez nem így van. A történetet itt elmesélem, mert ez fontos, hogy erre a területre kiírtak egy pályázatot, és a pályázat úgy szólt, hogy ide kell építeni egy házat, egy templomot, egy gyülekezeti teremmel külön, és hát meghívtak körülbelül 10 építészt. Én annak idején nekiálltam, hogy itt egy gyönyörű, szép kolostorszerű dolgot fogok csinálni, egy rendes négyezettel, egy templomhajóval, és kész, és megvolt a fejemben egy elképzelés. Amit tanultam róla, meg amit úgy gondoltam, hogy tudom. És beadás előtt 2 nappal lementem ide, mert innen nem messze lakom,
Lementem ide erre a térre, ránéztem erre a területre, és megjelent előttem az a kép, ami most látható. Úgy egy az egybe. És azt mondtam, visszamentem, és mondtam a srácoknak, mert két fiúval együtt csináltam a pályázatot, mondtam, hogy gyerekek, minden rossz, ahogy van, dobjátok ki. Na most ez egy építész pályázatnál, ami egy hétig tart éjjel-nappal, egy ilyet kimondani, az öngyilkosság. Tehát aki ezt tudja, mert nem szoktunk közben aludni, hogy az építész így él. Na most itt rám néztek, és azt mondják, most hülyéskedek? Mondom, nem. És ugye maradt hátra még másfél nap, hazaküldtem őket aludni, és akkor én nekiálltam, és szabad kézzel szépen végigrajzoltam az egészet, mert sok lehetőségem nem volt, volt egy ezért ilyen másológépem, nagyítottam minden, oké, áthúztam, mintha tussal lett volna kihúzva, átvertem a zsűrit egy kicsit, meg kiszíneztem, és akkor 9 óra körül visszajöttek a gyerekek, meg mondtam nekik, hogy reggel jöjjenek vissza, hogy segítsenek színezni, de hát akkor még nem jött le a gépről az anyag, és hát mondom, 10 órára nem érek oda, kész mondom, hozzatok egy üveg bort, és vége. És akkor csörgött a telefon, még akkor nem ilyen mobil volt, hanem ez a kagylós, és akkor beleszól egy ember, hogy a török professzor nem tudott megérkezni a zsűrire, úgyhogy délután 4 órára fog ide érkezni, akkorra kell behozni. És maradt még annyi időm, hogy akkor összetudtam rakni, beraktam. Na, bement a terv, ilyenkor nem lehet, nem tud az ember elaludni, mert már 3-4 napja nem alszik semmit. És akkor egyszer csörög a telefon egy jó óra múlva, és azt mondták, hogy megnyertem a telefont. És mondtam, hogy ne szórakozz velem, így is elég bajom van. És akkor mondja a lelkész, de nem hülyéskedik, ő az, és ő most eljönne hozzám. De mondom, én használhatatlan vagyok, azt mondja, nem baj. És végül is így indultunk el. És aztán volt egy nagyon érdekes dolog még ehhez, hogy bemutattam a tervet a presbitériumnak is, és akkor a presbiterek elkezdték volna, hogy na most ilyet itt nem csinálunk, olyat ott nem, meg egyéb. És akkor mondtam nekik, mondom, uraim, egyet vegyenek tudomásul, itt nem önök a megbízóim. Itt a Teremtő, Jóisten a megbízom, ez vagy ilyen lesz, vagy semmilyen. Fölálltam és kijöttem. Akkor utána jöttek, hogy menjek vissza, visszamentem, és akkor utána elkezdtek normálisan beszélni. Nem akarták, hogy tégla kinézete legyen, mert nyers tégla kinézete lett, tehát nem engedtem levakolni. És ennek az volt megint a magyarázata, hogy az építő elemekből rakjuk össze. Tehát nem öntött beton, nem ez, nem az, mert az agyag, mikor kiég, és amivé válik, az a lényeg, az anyag legyen benne, illetve az, hogy több mint 365 000 darab kisméretű tégla van benne. Ezt le kellett rakni. Ezt oda kellett rakni, és itt van az, amikor tényleg a techné művészetté válik. Úgyhogy aki látta már, vagy járt arra, érdemes megnézni. Kőműveseknek most tanítják, mert ma már ezt nem igazán tudják, hogy mi ez. Most egy-két dolog még itt megint a fényjátékkal egyébben kapcsolatban. Nagyon érdekes, hogy a fényt, azt már mikor megvolt az alapkoncepció, számoltam. Tehát vannak benne olyan részek, például itt van ez az ablak, ami teljesen úgy néz ki, mintha öncélú volna. El kell mondjam, hogy másfél hónap számításomba telt, hogy egy olyan ablakot hozzak létre, ez a nyugati falon van, ami az év minden egyes napján beengedi a fényt. És amikor kijött, hogy egy 51 centis téglafalat, hogyha én így egy fénysugárral átmetszek, hogy mindig oda jöjjön a fény, ahova kell, akkor kijön egy gyönyörű szem. És innentől kezdve érdekes a világ, hogy az ember, ha ezzel találkozik, kiderül, hogy ezek a formák nem véletlenszerűek. Ezek valamilyen tudás alapján, úgy ahogy van, gyönyörű szépen összerakódnak, és ezeket lehet, hogy formai elemként átveszik, de ezek mögött tartalom van. Mint ahogy vannak benne olyan téglák kifordítva a homlokzaton, vagy itt ott, ott, aminek megint az a lényege, hogy amikor megsüti a nap, akkor ütközik a fénnyel, és ahogy ütközik a fénnyel, a fény föltölti ezt a felületet, és ez a felület este visszaadja az erőt. És onnantól kezdve nem a hideg szelek, a rossz szelek jönnek, hanem azok jönnek, ami jó szél, ami a világ világosságából való dolog. A kéményeken ugyanez a helyzet. Tehát a kémények tetején pontosan ugyanezt lehet látni. Azért van a tetején a kis kereszt, vagy a bármi egyéb, mert összegyűjti az energiát, és lezárja azt, hogy a hideg levegő bemenjen.
praktikusan, de a hideg szeleket a gonosz nem engedi be. Itt ugyanúgy látszanak ezek a dolgok. Ez a keleti része, a lépcsőfokok, ahogy végig fölmennek, tehát ezek már a részletek egy része, az biztos, hogy tudatosan van kialakítva. Ez az a bizonyos udvar, ami az átmenetet hozza. Ez egy nagyon érdekes dolog, ez a Tao klasszikusan a megfeszítés dolga, de itt fönt az kitaszarvas. Ez a hétágú, ez az ötágú, ez pedig a halból kialakuló. Tehát az avar, a magyar, és középen pedig az kitaszarvas fiú, aki ott van. Égerházi Laci barátom felrakta meg. Kicsit úgymond vitatkoztunk néha, de bejött. Ez a spirál ebbe az irányba, ez a spirál ebbe az irányba jön, és a fa csatlakozásaiba drágakövek, érdekes drágakövek vannak betéve, hozzá kell tegyem, mert nem véletlenül a csakráknak megfelelő helyeken ott kell, hogy legyen. Működik jelen pillanatban még, és így tovább. Ez ugye Karnak temploma, ez csak azért nagyon fontos, az Orion, vagy nem az Orion, hanem Tejút. Tehát gyakorlatilag az építésznek, hogyha ő normális a világhoz, az ősebbe, az archét akkor is meg kell jelentesse, meg kell csinálja, hogyha nem is magyarázza meg, hogy miért. Miért? Mert az építésznek egy feladata van a terekkel, hogy aki benne van a térbe, az jól érezze magát. Visszaadjam neki azt, amitől ő életre vidáman jön. Mint ahogy Aquinói Szent Tamás mondta, amikor megkérdezték, hogy mi az élet célja, azt mondta, hogy egy célja van az életnek, a boldogság. De a boldogságot nem úgy mondta, hogy boldogság, magyar anyától volt, boldogság. Mert akkoriban minden boldog volt. Na most a bódult állapot, a bódvaság, a budaság, az nem a butasággal azonos, hanem pontosan azzal az állapottal, amiről beszéltünk, hogy nem az elme határoz meg engem, hanem átadom magam a világnak úgy, ahogy vagyok, és ezen belül próbálom harmóniába, jó hangulattal, boldogan élni az életemet. Nagyon kevesen gondolják végig Aquinói Szent Tamást, de sajnos tényleg hozzá kell tegyem, hogy ha bármilyen ítéletet az ember hoz, nem szabad ítéletet hozni, de ha hoz is egyáltalán, akkor mindig próbáljon meg visszamenni abba az időpontba, amikor az a kijelentés történt. Akkor legalább az adott környezetekbe ugyanazokat a hatásokat éri. Ez egy ravatalozó, itt megint ugyanaz a helyzet. Valamikor egy rossz kis melléképület volt, és aztán utána sikerült egy olyan kapuzatot a belső tér és a külső tér között létrehozni, ahol az egyik oldalon a Göncöl, a másik oldalon pedig a Nimrod csillagkép alatt, ahogy én átmegyek, ugye Rastaó, ahogy szétválasztja balra vagy jobbra az egyiptomi mitológiába a lelkeket, mikor belülről mennek kifelé. Nem tudok róla többet mondani. Nagyon fontos a temetési szertartásunk. A temetési szertartások ma a világon a legdurvább módon, hogy mondjam, el vannak lehetetlenítve ezzel az őrültséggel, hogy ma egy hamvasztás olcsóbbba kerül, mint egy testtemetés. És megpróbálják megmagyarázni, hogy na, jó van, komám, akkor inkább hamvasztass saját magad. Csak egyetlen egy baj van. Sem az az elv nem épp, tehát a jesszefájának az elve, és most nem tudok jobban belemenni, hogy én, ha meghalok az én saját testem nedvéből, igenis vissza tudok egy olyan fát növelni, aminek a gyümölcse az utánam valóknak adja meg a továbbélés lehetőségét. Tehát magyarul ezt a testet, amit kaptam a temetőbe, emekus, stb. Tehát anyaföld szó szerint, mai napig azt mondjuk, az anyaföld tövéhez visszaadni, ehelyett az égetni való rossz kölyök, boszorkányokat égetünk, stb. Tehát mondhatnám a hagyományt. Nem a mi hagyományunk a hamvasztás. Tudom, jönnek Indiával, jönnek sok mindennel, nem tudok vele mit kezdeni. Én legalábbis egyértelműleg nem filozófiát, ideológiát akarok belőle csinálni, hanem egyszerűen azt a fajta felelősséget, ami a testnek a későbbiekbe a dolgát jelenti.
nem méltó a mai világ ehhez, amit csinál. Itt egy másik dolog, ami... Igen, szaladnom kell. Egy másik dolog, ami... Hogy? Mikor kezdtem? Hát 19-kor. Drága jó Istenem. Na mindegy. Itt megint egy dolog, egy alapfilozófia. Ezeket megint nem tudok nagyon bele menni. Igen, pont. Itt egy kicsit jobban látszik. Az, amiről az Attila beszélt, ezt megpróbáltam én itt egy kicsit bővebben, tehát ezt a fajta dolgot az életnek, az értelemnek és a fizikai létnek az összességét összefoglalni, amikor ezt megrajzoltuk. Ez mind a mai napig igaz, tehát rajta van a teljes, hogy mondjam, népi hagyománytól kezdve, visszamenőleg nagyon messze a Nibiru érkezésétől kezdve a napig minden, ami működik. Ez Zentán van fönt egy egyházi dokumentációs központnak épült épület tetején, ma egy művelődési központ. Mikor átadtuk, akkor a pópa azt mondta, hogy ezek a hülye reformátusok. Kész, ennyi volt. Tehát nem tudott vele mit kezdeni magával a renddel. Itt gyakorlatilag a két pólusúságnak az egysége. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a magyar jurtában nincsen középen oszlop, a mongol jurtában van két oszlop. A duális világszemlélet sohasem volt magyar szemlélet. Ezt el kell felejteni. Lehet róla beszélni, de az nem a miénk. Mert az egy égi. Ez egy nagyon fontos dolog. Sajnos muszáj kimondanom ilyeneket, mert az időm nincsen, de végig tudnék rajta menni. Ennek megfelelően, ahogy ez áll. Akkor ugyanezt meg lehet csinálni lakóépületeknél is. Tehát nem igaz, hogy egy lakóépületet nem lehet úgy megcsinálni, hogy jó legyen. Meg lehet csinálni. Például ezen a lépcsőházon azért van 28 kis ablak fölfele menve, a holdhónapoknak megfeleltetve, holdhónap napjainak, a 28-as napnak megfelelően. És van benne rész, tehát ami el van felezve, mert ugye az az átmeneti állapot. És itt fölül van egy olyan kis ablak, ami december 24-én pontosan bevilágít, itt egy sólyom fejlett föltével, és bevilágít, és a belső térbe, a szembe lévő falun megjeleníti azt a csodát, ami december 24-én meg kell, hogy szülessen. Úgy van beállítva, és természetesen rajta van a teljes zodiákus. Hát most, hogyha Mária néni itt volna, tegnapi Prokop Mária, akinek ugye a stúdiólót nem engedik megépíteni, az pontosan erről szól. Vitéz János a 15. században egyedül a világon Esztergomban megépíti a stúdiólót, ahol a teljes csillagászati rendszer ott van. Megvan a rekonstrukciója, ott vannak a Botticelli képek. Marják szegényt. Miért? Mert nem hajlandó elismerni azt, hogy Magyarországon, vagy nem hajlandók elismerni, hogy Magyarországon, a királyi Magyarországon bizony volt olyan műveltség, ami hát ennél többet tudott. Ez egy kis stáció, 14 stáció, 15. stáció az maga a feltámadásé. Megyek tovább, ez a belső kupolája, ez szintén a 24-es rendszernek megfelelő. Döbbenetes, ez volt az első olyan szerkezet ebben, amit mi rajzoltunk le. Teljes számossága megfelel mindennek. Muszáj tovább mennem. Van egy másik dolog, két munkát szeretnék mutatni. Ez az, ahol a látomás az első, megjelenik egy látomás. Jelenések vannak, Mária jelenések vannak Csíksomjón a hegy oldalában. Ezen a helyen van egy rózsabokor, ettől följebb egy olyan 10 méterre, 20 méterre a villám agyonütötte a remetét, úgyhogy a remete utána észhez tért, fölállt, és bevonult a Salvator kápolnába. Természetesen őt is elzavarták onnan a ferencesek, ezt a kápolnát se akarták, és itt egy olyan feladat volt, hogy na ennek a helyén, ugye, hogy megtörténtek ezek a jelenések, Mária folyamatosan jelentkezett, és azt mondta, hogy koronázzatok meg. Senki nem értette, csináltak egy kis ezért, egy kis valamit, de nem volt jó. És akkor utána a Gergely Pistával ott találkoztunk, és Vince atya még akkor élt, együtt mentünk ki. És akkor egyszer csak volt egy szintén egy álmom, amikor azt mondtam, hogy hát az a baj, hogy
egy olyan koronát kell építeni az egész fölé, ahol a nemzet koronázódik. Tehát azt kéri Mária, magyarok nagyasszonya, hogy a nemzetet koronázzák. Ez pedig egyféleképpen lehet, ha egy olyan teret hozunk létre, mint amilyen a kariatidák csarnoka, csak ez kör alakú legyen, a nyolc boldogasszonynak megfelelően, és ez alatt a tér alatt, mikor jönnek lefele a Szalvator kápolnától, akkor bemennek alá, elmondanak egy imát Máriához, és egyben koronázódnak. Azóta átment alatta több millió ember. Tehát a nemzet koronázódik, szó szerint. És nagyon érdekes dolog, hogy ez addig, amíg ez a dolog nem jött elő, addig egyszerűen a jelenések folyamatosan jöttek. Erre az ottani papok, az ottani fiatalok tudnak folyamatosan beszélni. És ugye így néz ki, hát időközben előkerült egy gyönyörű kő is, ami ugye a teljes Kárpát-medencét mutatja be. Ott találták a srácok, a helyi srácok, hát picit kellett rajta igazítani, de jó lett. És akkor innen kifele nézve, ugye teljesen ugyanaz, mint a kariatidák csarnoka, a nyolc boldogasszony van az oszlopokon megfaragva. Ezekkel voltak problémáik a ferenceseknek, hogy hát ezek mindenféle pogány jelek, de hát ugyanez van bent a templomba is, úgyhogy kénytelenek voltak meghajolni előtte. Azt azért hozzá kell tegyem, hogy volt olyan őrült ötletük is, hogy ezt a kápolnát megpróbálták volna lehúzni, de mikor ment fel a traktor, hogy majd le fogja húzni, akkor megbillent, és azt mondta a fickó, hogy ez Isten sértése volna, ide nem megyünk föl. És akkor megfordultak, és elmentek. Valami történt, azóta itt van, működik. Hát ez csak egy ilyen életkép közben, ahogy mutatom, tehát sokan fordulnak meg, és tényleg így mennek át alatta. Ez télen nincs időm sokat vele foglalkozni. Hogy? Nincs végünk, majd én megmondom. Bocs. Itt van a... Nincs végünk, tényleg nincs végünk, mert ezt muszáj még megmutatnom, és akkor kész, mert a befejezésnek meg kell lenni. Ez fönt van a Széphavason, az ezer éves határ mentén. Itt valóban az ember azért fölött van, tehát az Istennel együtt lélegzik, mert ott vannak a felhők. Lent a völgyben mindenki ezerbe van, mindenki ködbe van, itt fönt pedig süt a nap. Ezt tényleg gyorsan fogom, csak így pillanatonként. Tehát itt látszik a környezet, hogy hogy volt. Így indult, volt egy régi kápolna, csángókat mindig itt köszöntötték, itt búcsúztatták el. Az első legfontosabb legyen egy közösségi akarat, amiben egy kápolnát építeni akarnak. Itt körbeálltuk, azt mondtuk, hogy föl is fogjuk építeni. Minden nap mentünk, leütöttük először az alapfát, utána elkezdtük végigvinni, és ez azért érdekes egy pillanatra megállva, mert egyházi, nem kaptunk először engedélyt, stb. Azt utána egyszerű volt a dolog. Ez a Bényi templom, amit a Béla mutatott, ennek a mintájára jön létre ez a másik. Minden egyes centiméteren, minden egyes szerkesztése pontosan, tudatosan is magyarázható. És ugye, mikor nem akarták elfogadni a kereszténységét, akkor mellé tettem ezt a 12. századi ábrát, ahol nagyon pontosan ugyanez a képlet van, úgyhogy itt van négy elem, mint ahogy itt van négy a női oldal, nyolc a férfi oldal, és van egy dupla, itt ahol az ikrek vannak. Tehát olyannyira pontos a képlete a középkor filozófiájának meghatározásában, hogy azt egyszerűen kimondani nem lehet. És aztán természetesen itt középen a beavatás helye. Tehát amikor a kerek templomoknak a működési rendjét és egyebet nézzük, az nagyon pontosan meghatározható és megfelelő ezekkel rendelkezünk leírásokkal a középkorból. Ezt már csak akkor találtam meg, mikor igazolnom kellett a dolgot. Addig nem volt, tehát, de azt utána egyszerűen előjött. Itt látszanak ilyen, gyorsan végigszaladok a... Na most itt van az a bizonyos kúpszerűség, ami több ezer éves. Tehát ez az a fajta tér, amelyik térben, na most ezt miért ilyen? Azért, mert aki ismeri az inana jelet, az egy ilyen furcsa dolog, mint egy gamosbot így, és hogyha azt a tengely körül megforgatom, akkor jön létre ez. Nem véletlenül forog körbe a történet.
És aztán utána hát egy nagyon egyszerű, klasszikus szerkesztést hoztunk, nem akartunk újat csinálni. Itt a Szent Korona 8 vagy 7 plusz 1 apostola van, az ajtónak a rendjét kialakítva, pontosan ugyanazokat sikerült végigvinnünk, ami a klasszikus rend. Miért? Mert az arkonok, a kapu őrök, ahogy vannak, színről színre, ahogy megyek, egyre beljebb és beljebb, mint a fényképezőgépnek a színszűrői. Minél nagyobb mélységélességet akarok, annál másabb színszűrőt fogok betenni, és más-más fog előjönni. És ez, ahogy lépek be, pontosan érezhető. Itt nagyon sokáig voltak problémáink, belső viták voltak, és a végén, mikor elkészült és beültek a falfülkébe, ami belül volt, az egyértelmű. Itt ezen átfutok így, ahogy készült, kalákába készült, tehát egy büdös vasat nem kaptunk először, teljesen önállóan mentünk neki, mindenki, amit tudott, úgy készítette. Ide föl, hát aki járt fönt, az tudja, hogy nem lehet csak úgy felszállítani az anyagot, kézből kellett felszállítani, itt látszanak a dolgok, és itt kezdődik az, ami miatt nem akartam abbahagyni. A tengely kitűzése és a pontos lehatárolása nem számolt, előre meg lehet becsülni, de ahogy a nap pontosan kijelölte a helyet a szemben lévő dolgoktól, oda került be. Addig nem lehetett falazni, amíg a nap nem jelezte a dolgot. Magyarok nagyasszonya napja. Tehát ennek akkor van ott a helye, és úgy van a helye. Nincs mese. Tehát sokan sok mindent mondanak. Van egy Duvaldo Melchizedek féle könyv, ami kétkötetes, és mindenki használja, és micsoda nagyszerű dolog mondják. Tiszta ezotéria. Elmondja, hogy ő a templom kitűzést a londoni szabadkönyvesektől tanulta. Én elhiszem, de már akkor, amikor kiszámolja, már akkor nem igaz. Tehát akárhogy kiszámolja. Ez igaz, mert ez ebben a pillanatban adja azt, amit adni kell. Nincs mese, tehát ezt másképp nem lehet csinálni. És itt van az, amikor a techni az tényleg művészet, az anyag művészete, amikor az anyag van benne, és ezt viszont kőkeményen végig kell vinni. És itt látszik, mikor már kész van, hogy nem véletlenül ide kell kijöjjön. Tehát annak ott van a helye. És aztán ugyanígy a fénnyel, ahogy körbeírja gyönyörű szépen az egészet, ezeket direkt megnéztük, ahogy alulra be a fülkébe vetíti. Ez fölülről egy kép. Itt a téglák darabszámát, nem ezt akartuk csinálni. Kiderült, hogy egy hét múlva szentelni kell, nincs mese, nem kaptunk pénzt, nem kaptunk semmit, volt ennyi téglánk, lepakoltuk. A darabszámok úgy jönnek ki, mint a klasszikus rendszerint kell. Komolyan mondom. Tehát, mikor végigszámoltam utólagosan, azt mondtam, hogy ilyen nincs. De ez tényleg így van. Vissza lehet számolni, azért is örökítettük meg. Ez azért lényeges, ez a fotó, nagyon szeretem, ez a fiú rengeteget dolgozott benne, de az ártholó. Mindenki azt mondja, hogy a Szent Koronán ott van rajta Bertalan. Nincs rajta Bertalan, Szent Bertalan. Nem az apostol, mert hiányzik a neve elől, a Sanctus. Csak az van, hogy az ártholó. Miért? Mert ő a régi ember. Az a régi ember, aki a Jézus kép mögött, mert az atya fölül van, elő van a fiú. A fiú, aki új ember, eltakarja a régi embert, és azért nincs is már a képese, hogy csak a felirata, mint régi ember. És ez az, ami döbbenetes módon bejön. Itt van. Tudom. Tehát ez mindjárt vége van, két percen van. És ez a dolog keleten, ez csángóknál szokás szerint egy olyan kő, amikor ők mindig egy házat elindítanak, letesznek egy követ a sarokra. Ugyanaz az elv, amiről beszéltél. Pontosan, tehát itt jön vissza, ezért került be keletre, fölülre ez. Ezt a Duma András hozta. És aztán itt jön a lényeg. Ugye, apostolok. Muszáj lesz így végigszaladnom rajta. Mindjárt jön az igazi lényeg. Itt ülnek benne a fiatalok. És itt van a vége mindjárt. Na most itt ezen látszanak színek. Ezt a fényképezőgép bontja föl. És először nem is gondoltam, hogy ez ennyire fontos lesz. Mikor csináltam a képet, nem vettem észre.
Viszont nagyon érdekes volt, hogy beléptem 8-án a kápolnába, és ezt a két fülkét láttam megvilágítva. És aztán utána, amikor belenéztem, akkor a két ablaknak két gyönyörű szép fénylénye jelent meg. Az egyik egy inana, a másik pedig egy kis báb. Ez az ablakoknak a fénye. És aztán, amikor ezt megláttam, akkor szóltam a két mesternek, a Zsolt, aki az építést vitte, Erika, a felesége, aki szintén ugyanúgy benne volt, mondom, üljetek már be. És ami érdekes, mindjárt megmutatom ennek az eredményét. Itt szintén ugyanakkor az ablakoknál látszik ez a fajta fényfölbontás. Itt pont szembe jött át a fény, tehát az a kitűzés, amit mondtam, az működött, és itt van a kulcs. Az a kulcs, hogyha megnézem, hogy a középkori festés milyen színekre bontotta föl, és hogy festették ki ezeket a szent szobrokat, akkor egy adott időben, szent időben egy jól megépített, tisztességesen működő rendszerbe ugyanazok az energiák, ugyanazokkal a színekkel jönnek elő. Minden egyes színnek más és más az energiája. Tehát nem véletlenül van így színezve, nem véletlenül jönnek ezek így elő. Itt működik. Aki nem hiszi, járjon utána, el lehet menni október 8-án bőven. És aztán itt van az érdekessége a dolognak, egymás mellé téve. Itt megjelenik az inana, itt pedig megjelenik Kristóf, aki a vállán viszi a világ teljes terhét. Tehát egymás mellett a kettő nagyon pontosan ott van. De ez csak egy pillanat, és ez reggeli órákban jön elő. Tehát reggel olyan 7 és 8 óra körül jön elő. Na ez az, amit, hogyha az ember nem alkalmas, nem szent időben megy, nem is fogja megtalálni. Bemegy, és akkor jó, el van benne, beül a fülkébe, énekel, érzi, de erről szól. És hát itt, amikor fölötte van, és itt a vége, köszönöm szépen a figyelmet. Ami lényeg, útravalló, nem nincs elrontva szó. Az embernek az útonjárása során az ösvényen mindig arra kell törekednie, hogy az előtte járóktól rábízott számba vett lelkes és lelketlen jószágokat jóságba tartva, számba adva, úgy hagyatékolja az utána jövőknek, hogy mikor a mindenható teremtő öregösten elé érkezik, akkor kezeit kiürítve ígére kulcsolhassa azt. Ez a feladata az építésznek, én úgy gondolom, és mindenkinek ezt kívánom, hogy ezt meg tudja életébe tenni, onnantól kezdve rendben van. Köszönöm szépen a figyelmet és elnézést a egy órára.